Ma hivatalosan is elindult a népszámlálás.ro oldal, a 2022-es cenzus magyar tájékoztató kampányának honlapja. Nagy a tét, megtörténhet, hogy ez lesz az utolsó népszámlálás, amin beírhatjuk nemzetiségünket, anyanyelvünket, vallási hovatartozásunkat. 8 hónap van a népszámlálás 2022. március 14-i kezdetéig, és a magyar kampány szervezői mielőbb szeretnének tájékoztatni róla. A népszámlálás.ro oldallal minden Romániában, Erdélyben élő magyarhoz elkívánnak jutni, hogy felhívják a figyelmet a részvétel fontosságára, hangsúlyozta híradónknak a kampánykoordinátora Barna Gergő. A szociológus szerint emellett módszertani támogatást szeretnének nyújtani azon szervezeteknek, intézményeknek, amelyek bekapcsolódnak a népszámlálás folyamatába. Nagy a tét, a cenzusnak mind a kisebbségek, mind az egyházak szempontjából konkrét következményei vannak. A magyarok szempontjából nyilván arról van szó, hogy az eddig megszerzett különböző nyelvhasználati jogok ahhoz kapcsolódnak, hogy egy adott megyében, egy adott településen mekkora a magyar lakosságnak az aránya, tehát tudjuk a 20%-os határ, de ugyanakkor az is fontos például, hogy az egyházak szerint kapnak támogatást, hogy az egyes felekezetekhez hány személy tartozik, és harmadsorban azt is el lehet mondani, hogy ennek egy szimbolikus tétje is van, hogy az erdélyi magyaroknak, a romai magyaroknak a száma, az aránya, az miként változott az elmúlt 10 évben, hogyan néz ki most a demográfiai helyzetünk. A rendszerváltás utáni 4. népszámlálás módszertana eltér a korábbiakétól. Az egyik újdonság a március és május közepe közötti internetes, önkitöltéses szakasz. Aki nem él ezzel a lehetőséggel, ahhoz ellátogatnak a számlálóbiztosok. A másik újdonság az, hogy legalábbis elméletileg a törvény szintjén biztosított az, hogy anyanyelven válaszolhassunk mind az önkitöltés, mind a személyes megkérdezés során. A kérdőívek még nincsenek lefordítva, a módszertan részletei őszre derülnek ki. Egy harmadik újdonság, hogy a végső adatbázisnál állami intézmények nyilvántartásait is felhasználják. Ez arra utal, hogy hosszú távon kevésbé kérdeznék meg a lakosokat, inkább ezen adatbázisokból állapítanák meg a lakosság számát, társadalmi jellemzőit. Barna Gergő hangsúlyozta, ez a magyarság szempontjából nem túl kedvező, ezekben a nyilvántartásokban ugyanis nincs nemzetiségre vonatkozó rész. Ez csak növeli a jövő évi népszámlálás tétjét. Kevés a valószínűsége, azonban nem elképzelhetetlen, hogy ez lesz az utolsó népszámlálás, amin be lehet majd írni az etnikumot, az anyanyelvet, a vallási hovatartozást, figyelmeztetett a szakember. Jogunk is, felelősségünk is, hogy részt vegyünk benne. Népszámlálás Romániában, népszámlálás Erdélyben. Rólunk szól.